körbeadogatjuk a labdát. Fehér, lepattanó labda, fehér gól, 4-0. Összeomlott a 10 emberrel játszó azeri válogatott. Lisztes tehát e pillanatban, nem is rossz, Fehér ugrik közben, még ott alatt a Fehér, gól, 2-0, szép volt, Horváth tette vissza a labdát, és Fehér jel, Horváth tovább a levegőben, és ott marad a nagy lehetőség, Fehér, de nyugodtan gól, 3-0, Fehér második gólja, kihasználva a, és itt ma nem játszott jól, Fehér, gyönyörű gól, bravo, 1 percen belül itt a válasz, Fehér harmadik gólja a mérkőzésem. Potyognak a gól. Jó játsza meg Fehér Miklós. Gyöpcsev nem mozdul ki a kapujából, és megvan a vezető gólunk. Vezet a magyar válogatott. Tóth. Fehér indul, gólhelyzet. Busó rosszul jön ki, be lehet rúgni. Bent van. Vezet a magyar csapat, Horváth a 13. perc végén. Szerencsénkre nagyon-nagyon rossz. Fehér Miklós végzi a büntetőt. Belövi 5-2. Pontosabban 2-5. Jön a szöglet. Gól! Szépítünk legalább. Fehér ugrott fel a rövid oldalon. 2-1. Legalább ez a becsületgól megvan. Ennyire hogy lehet egyedül hagyni? Hát így.